Súlyog Balázs vagyok, a Tóna Kincse Turisztikai Egyesület, most már térségi TDM szervezet alelnöke, korábban elnöke és az egyik létrehozója alapítója. Hát én azt gondolom, hogy a turisztikai szakemberek érkeznek a régióból, és megismerik a városunkat, illetve a környező településeket, akkor olyan lehetőséget nyitunk meg, egy olyan ajtó nyílik meg, hogy ők bátran ki tudják ajánlani a programunkat, mert ők részt vettek, ezen kipróbálták, élményeket szereztek, és ez is ennek az egész study tour-nak a célja, hogy a turisztikai szakemberek nyugodtan ajánlják a régiót. Ismerjük, hogy a régió több tekintetben és turizmusban is kicsit lemaradásban van, és hát ezen segíten ez a mai bejárás is, hogy megismerjük és bátran ajánljuk a többi település, és azt gondolom, hogy az egész régióban mi nem betétársai vagyunk egymásnak, hanem így egymás segítve lehetőség lesz, hogy az itt élők és a turizmusból élők egy nagyobb vendégprogramot tudnak majd lebonyolítani. Hát a TDM szervezetek, a TDM rövidítése ugye egy turisztikai destinációs menedzsment, ami arra utal, hogy a destináció az az, hogy igazából egy élményekkel teli területet határol le, tehát nem városokhoz, nem megyékhez köthető, hanem egy olyan turista által befogadható terület, amit a saját közlekedési eszközzel mondjuk egy-két nap alatt be tud járni. A menedzsment az azt jelenti, hogy mint mindenre, azt látjuk, a turizmus is menedzselni kell, programokat, programcsomagokat kell kiajánlani, hiszen egy csoportnak, egy más korosztálynak, gyerekeseknek, egyedülállóknak egész más programot kell csinálni, és ezek a programajánlatok fognak ezekben a TDM szervezetekben létrejönni, és egymás programját is fogjuk ajánlani, programcsomagját, hogy a külföldiek, tehát elsősorban TDM-ek a belföldi turizmusra épülnek, honlapjukon és egyéb applikációs rendszerekkel keresztül tájékozódjanak már a megyékről, azt várják a turisták is, hogy kínálják őket, hol fognak érkezni, hol fognak megszállni, milyen program lehetőségek. Bocska Ágnes, Kaposvár és Zsegics vidéke TDM Egyesület elnöke vagyok és a Turinform iroda vezetője. Azt a szlogent is adhatnánk ezeknek a bejáró túráknak, szakmai nyelven szólva a study túroknak, hogy legyél turista a saját régiódban. Tehát mi turisztikai szakemberek elmegyünk 15 helyszínre a dél-dunántúli régión belül, mindezt a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával, a helyi kollégák vezetésével és szervezésével, és végignézzük az értékeinket. A helyi szervezetnek az az előnye, hogy meg tudja mutatni saját magát. Rengeteg újdonság, attrakció épült az utóbbi időben, amit nem ismerünk, és egy olyan oldalukról mutatják be ezeket a városokat és a hozzátartozó szolgáltatásokat, amivel a turistát is megkínálják, tehát élményt nyújtanak a turistának. Ezt látogatjuk mi végig.